Köszöntöm a Budapest Televízió nézőit. Töltse velünk az éjszakát. Töltse velem az éjszakát. Remélem, hogy a mai műsorunkkal is sikerül egy olyan igényes szórakozást nyújtani az otthon ülőknek, és természetesen azoknak, akik itt foglalnak helyet a stúdióban, hogy nem csak ma, de két hetente, mindig szombat este velünk tartanak. El szeretném mondani önöknek, hogy kik fognak a mai műsorban szerepelni. Először is elmondanám, hogy akiket az előbb láttak, a Álomcsapat, vagyis Dream Team nevezetű zenekar volt, tőlük a Hotel Mentort láthatták és hallhatták. Már föl is konferálhatnám a következő úgymond kis csapatot, Klemit és azt a két táncos nőt, akik az Erika C. Dance Schoolból érkeztek, akik természetesen az este folyamán többször fognak énekelni. Ám de mielőtt ezt még megtennék, természetesen elmondom, lesz Csippendél fiú, nem is egy, kettő. Lesz transvestita,
Lesz bűvész, méghozzá egy nagyon fiatal tehetség fog eljönni hozzánk, hiszen alig múlt 14 éves. Lesz egy pánsípos úr is, aki remélem, hogy nagyon kellemesen fogja önöket szórakoztatni. Aztán Pál Zoltán fog nekünk énekelni, és sorolhatnám, de én azt hiszem, hogy nem kéne húzni az időt, felkonferálom rögt is Klemét. Köszönjük Kleminek az előadást. Már is bemutatom önöknek Lindát, akinek tulajdonképpen nagyon sokat köszönhetünk a mai este folyamán, hiszen természetesen, amit itt a stúdióban látnak díszítést, lufikat, léggömböket, boákat, ezeket a maszkokat, amit ő is visel maga, és a többiek természetesen, ezeket mind neki köszönhetjük, hiszen azt is el kell mondanunk, hogy tulajdonképpen neked köszönhetjük a Valentin napot. Miért is? Igen. Húha, hát tulajdonképpen az édesanyámmal együtt behoztuk, hát most 12 éves lesz a Lufiland, hála az Isten meg nekünk. Várj, most leveszem a falsangi hangulatomat, mert ez kicsit egy komolyabb, igen, komolyabb, hogy a Valentin nap a szeretet napja,
És tulajdonképpen évek óta a különböző műsorban próbálom mondani, hogy ez nem csak a szerelmesek napja. Nagyon-nagyon fontos, hogy ilyenkor az ember emlékezzen valamilyen módon. Kis dolgok, nem kell nagy dolgok, a szeretetve. Most ez a szomszéd néni, aki segít például, aki átveszi a postát, vigyáz a gyerekre, kiengedi a kutyát, például nem is kell pénzt költeni, egy papír szívet ki kell vágni, rá kéne, hogy egy hónapig bevásárolnak neki a szeretet. Minden formája a szeretet, nincs benne vallás. Ha a muzlimok, buddhisták, zsidók, keresztények és a többi, mindenki szeretheti egymást egy napon. Tudom, hogy azt mondja, hogy minden nap kéne, én igyekszem is, de nem úgy veszem észre, hogy a világban ez valóban így van. De ez hozzá is járulsz egy picit, hiszen az üzletedben mindenféle olyan dolgot lehet kapni. Persze. A farsanggal kapcsolatos, farsang. A vidámsággal, a szeretettel, az ajándékozással. Abszolút, hát a Valentin, hát a Lufil csak az egyik, tehát ahol rózsáktól kezdve plüssökig, kerámiák, hoztunk mindenféle kilenc országban gyönyörű árukat. Csak én tulajdonképpen mindig a szeretetek az ünnepét nem is úgy akarnám, mint reklám igazán, hanem mint egy fontos dolog, mivel kint születtem, nekem gyerekkorom óta belém lett nevelve. Már gyerekkorban a iskolában is úgy veszem észre, hogy nagyobb divat, egymásnak küldenek lapokat tanárnőnek, szóval egy szép dolog, tényleg egy szép dolog, és mondom, a vallás nincs benne. Ez az egyik. A farsang természetes, hogy ez olyan klassz, hogy a február most farsang meg buli együtt van, hogy a szeretet is, és nálunk már évek óta van egy komplet kosztümterem, úgyhogy parokák, maszkok, gyerek, Batman, Star Wars, minden, köpeny, minden, műköröm, vér, fog, ami létezik, minden. Honorisztikus, hoztam mi is, csak nem tudom, hogy kire tegyem rá itt a kedves közönségből. Azt valami hiszem, kis bulis. Elég hosszú lesz az éjszaka ahhoz, hogy mindenki csinálunk ilyen farsangi változó izé, mindenki más lesz. Aztán vigyázzatok, hogy kivel megy haza. Gratulálok neked, gyönyörű vagy mindig. Nagyon szépen, mi nagyon régóta vagyunk, egy kicsit szétszettük az éjszakát, egy 10 éve. Hát, egy kicsit több, mint de most, 10 éve, de most is. De most újra is. Összejöttünk. Mind árulod el, hogy az üzletedben a farsangi ruhák, azok csak gyerekeknek, felnőtteknek, felnőtt, mindenkinek? Felnőtt, férfi, női, kövér, vékony, kisgyerek, óvodásnak, mindenkinek, Batmantől, mindent hozunk, de már évekor hatalmas, a legnagyobb, hát nem csak az országban, Európa egyik legnagyobb kosztümösök vagyunk szintén. És a másik pedig az, aki nem tudja, mert azt hiszem, a 11 éve után Andrássy út 5-ben vagyunk, ott lehet bármit, amit látnak itt a műsoron, gyönyörű, viszont vannak az elegek, mert a báli szezon is fontos, ugye? Éppen erre akartam rákérdezni. Elegancia, akkor csak egy egyszerű, gyönyörű olasz maszk, vagy vannak a falon ott hátul, majd látni fogják ilyen tollas maszkok. Vagy csak egy jó pofa, majd én elkezdem most a parokákat itt a kollégákkal, itt a közönségben. Boák vannak, szóval tulajdonképpen lehet nagyon elegánsan, finoman, de mégis, ha már buli van, legyen egy pici buli, nem? Linda, nagyon kicsit. Kedves vagy, hogy elfogadtad a meghívást, és azt köszönöm, is, hogy megtiszteltél minket avval, hogy hoztál egy-két dolgot bemutatni, mivel feldíszítetted a stúdiót tulajdonképpen. Hát amennyire lehet, de aztán szívesen mutatok ötleteket, mert sokan keresik ilyenkor az ötletet. Válasz-e olyat, hogyha esetleg valaki megkérdezi tőled, hogy feldíszíteni, de adott esetben akár a lakást, egy munkahelyet, valamilyen rendezvényt, ilyet is vállaltok? Persze, hát már, sőt a Budapest TV-k is mit csináltok, az a nagy BPTV. Igen, amikor a 10. születésnapi így van, és akkor koncertokat is a tévén állandóan, ugye, ahol láttok léggömböket, meg komolyabb, úgy mondjuk, hogy balloon architecture, vagyis lufi építészet, meg hát a repülőknek a búcsú koncertján egy 7 méteres repülőt csináltunk lufiból. A stadion közepén. Úgyhogy bármit lehet csinálni, hogy fantasztikusan feldobja eseményt, de meg a cég, vagy a politikai, vagy bármi eseményt. Megkérhetlek én téged még egy szívességre a műsor folyamán? Természetesen. Ugyanis nem csak vendégként szeretnélek látni itt a műsorban. Én elmondtam az előző műsorunkban a kedves televízió nézőknek, igen? Hogy ha megírják a véleményüket a műsorról, akár jó legyen az, vagy akár rossz, vagy esetleg van elképzelésük arról, kérésük, kívánságuk, hogy kik szerepeljenek a következő műsorban, igen? Ezt megírhatják levélbe. Természetesen. Viszont természetesen megígértem, hogy sorsolni fogok. Igen. És szeretném, hogyha segítenél nekem majd a későbbiek folyamán a sorsolásban. Abszolút, nem csak a sorsolásban, meg az ajándékban az is. Az ajándékban illetve, ami nagyon fontos, most nekem pont gondolkoztam azon a napokban, mivel rengeteg jótékonysággal foglalkozok, én reklámmentes, csak tényleg szívügyeim, mozgás, öreg, nyugdíjház, nagyon-nagyon sok ember van bajban a gyerekeken kívül, bár a gyerekeknek mindig, hogy arra gondoltam, hogy kedd, szerd a csütörtökön 10%-ot adok minden nyugdíjasnak.
Hát ez igen. Az azt hiszem, vagy 15-öt. Igazán grátis. Erre még azért szavazhatni fogunk. Hát, ha nem, tehát komolyan. Bárki, aki bejön az adásra jött, aki nyugdíjas, vagy mozgássérült, rokkant, bármilyen formában, hogy tudunk segíteni, akkor adunk nekik. Legyen 15%. Az ő nevükbe is nagyon jó? Szépen köszönöm. Nagyon nem szívesen. Akarom beléd folytani a szót, hiszen az eset folyamán még... Na jó, Linda, beléd szeretném folytatni a szót, hogy a kedves nézők ne csak a beszélgetést hallgassák. Megyek és teszek parókákat magamra. Egy picit azért még maradj velünk, légy szíves, és hallgass te is sok szeretettel Pál Zoltán. Jó, jó, köszönöm szépen. Csokola. Hova eddig eljutottunk, túl kevés még, hiszen alig több, mint ha körhintán kétszer fizetnék. Csak a lelkünk használt néha szárnyakat, amikor ágyba bújtunk és gyártottuk sorban az álmokat. Fekszem az ágyon, mégis épp olyan messze vágyom, hova csak a szél jut el, csábít az álom. Szakítályakon az is égvirágot, mint a hideg festett az ablakon. Melegünk is volt, amikor még szerettél, és mint a trópuson, úgy tél felé mindent levettél. Fekszem az ágyon, mégis épp olyan messze vágyom, hova csak a szél jut el. Az álom, és én eljutok minden áron, ahova te nem viszel. Menj, és sose állj, és sose várj, hisz a tapad alatt forog a föld. És hogyha mész, és hogyha lépsz, saját tapadra forgatod őt. Köszönjük Pál Zoltának, ki ne ismerné ezt az igazi legendás V-motorok dalt. Azonban most köszöntöm Varga Évát, szervusz, nagyon sok szeretettel köszöntelek. Egy nagyon sokrétű énekesnő vagy, hiszen több műfajban is bizonyítottál már életed folyamán. Beszélj légy szíves arról, hogy miket énekelsz és milyen műfajban, milyen stílusban énekelsz. Hát én mint táncdal énekes kezdtem, és a 1984-ben, amikor a Magyar Rádió meghirdette a Nyílik a Rózsa című, Magyar Rádió és Televízió meghirdette a Nyílik a Rózsa című magyar nóta énekes vetélkedőt, azóta már magyar nótát is énekelek. Én azt hiszem, hogy ez csak csodálatra méltó, azonban nem olyan régen megjelent egy CD-d, illetve kazettád. Mi a címe ennek a kazettának, és hány dal szerepel ezen a kazettán? Igen, ez a kazetta tartalmilag két különböző oldalú, ezt én találtam ki. Tánczene is legyen rajta, és magyar nóták is szóljanak. A kazetta címe Három sós perec, ez egy vidám csárdásnak a címe, egy Dankó Pista szám. A B oldalon pedig örökzöld magyar slágerek szerepelnek, ez nagyon fontos, hogy magyar, tehát Horváth Jenő, Majláth Júlia, Breitner János, Fényes Szabolcs szerzeményei szólnak.
Hát én teljesen meg vagyok lepődve, mert én eddig még nem igazán hallottam egy olyan hanghordozóról, aminek ugyebár van két oldala, és az egyik oldalon az énekes művész ilyen stílusban, vagyis magyar nóta, a másik oldalon pedig hát tulajdonképpen evergreeneket énekelsz. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó dolog, hiszen vagy kiad az ember egy ilyen kazettát, vagy hanghordozott CD-t, vagy egy másmilyet, de én ilyenről még nem hallottam, hogy egy kazettán tulajdonképpen az embernek mondhatni minden kívánsága teljesül. Igen, és nagyon jól megférnek egymás mellett. A későbbiek folyamán majd azért bizonyítani is fogsz, hiszen fogsz majd énekelni. Mik lesznek azok a dalok, amiket hoztál? Hoztam Horváth Jenő szerzeményeket, Te vagy a fény, Nem adlak másnak, Veled is megtörténhet egyszer. Szóval mind ilyen csodálatos evergreen dalok, magyar slágerek. Lehet-e téged valahol látni? Lesz a közeljövendőben, vagy volt a múltban olyan említésre méltó fellépésed, amiről nagyon szívesen beszélnél? Tulajdonképpen minden fellépésen nagyon jól zajlik. Most legutoljára Pomázon volt egy nagyon kellemes, jó hangulatú. Nagyon szeretik ott a magyar nótát, igazán nótás szívű közönség. Igen, és például Újpesten is, ahol az én centrumom van, újpesti étterem adta nekem ki ezt a kazettát, nagyon nagy dolog, mert 100%-osan szponzorálták ezt nekem. Ott is nagyon meleg szívű nótás közönség van, és a műsoromat mindig úgy állítom össze, hogy az egyik részben szóljon a tánczene, a másik részben pedig a nóták. Azonban te is két lábbal állsz a földön, és nem csak az éneklés, hanem van még valami más is, amivel nagyon szívesen foglalkozol a hétköznapjaidban. Mi ez? Igen, több lábon bizonytalanul, ugye, szokták volt mondani. Itt Újpesten van nekem egy rendezvényszolgálati irodám, és itt foglalkozunk még tisztítással, festéssel, tehát bőr és szőrme áruval. Ez a férjemnek a tevékenysége tulajdonképpen. Hát ha akarsz, akkor te kitalálsz magadnak egy gyönyörű bundát, és nem kell drága pénzért megvásárolnod, hanem te tulajdonképpen megtervezheted, megvarhatod, sőt, utána még karban is tudod tartani. Ajaj, áruljunk el azonban még egy titkot erről az üzletről, hiszen ebben az üzletben tárold a saját kazettádat is, úgyhogy nem csak a piacon, vagyis hát a különböző nagyobb bevásárlóközpontok és más egyéb helyeken, ahol hanghordozókat árulnak, hanem te saját magad az üzletedben árulod. Tehát, hogyha valaki bemegy mindegy más, bármilyen más célból, mégis megteheti azt, hogy akár a saját dedikálásoddal tudod ajánlani, illetve eladni a kazettáidat. Jól tudom én ezt, ugye? Igen, igen, mindjárt a pulton ki van rakva szépen, és ott megtekinthető ez a kazetta. Hát én először is nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakhoz, és kívánom, hogy minél hamarabb jelenjen meg egy következő, és még egy következő, és azután is egy következő valamilyen hanghordozód. A későbbiekben még találkozunk veled, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Most azonban egy nagyon fiatal tehetséget szeretnék önöknek bekonferálni, alig múlt 14 éves, és ha hiszik, ha nem, jobban tud varázsolni, mint mi. Elvarázsol fiatalokat, idősebbeket, nőket, férfiakat, és remélem, hogy önöket is otthon a tévé képernyője előtt Kálmán Zsolt következik. We'll be right back.
Nagyon köszönjük Kálmán Zsoltnak, akivel természetesen még az este folyamán nem csak beszélgetni fogunk, hanem még fog nekünk bűvészkedni. És mivel most farsang is van, és bulizunk, és Valentin napra is készülünk, már most elkezdjük megajándékozni a hölgyeket, hiszen itt velem a színpadon két igazi vérbeli csüppendél fiú áll, Lesnyi Katilla és Pence László személyében. Szeretettel köszöntelek benneteket, sziasztok! Mi is jó estét, sziasztok! Meséljetek egy picit nekem arról, hogy hogyan lett belőletek csüppendél fiúk. Hogyan jött az ötlet, hogy ti vetközni fogtok, szórakoztatni fogjátok a nagy örömű közönséget, a hölgyeket, a fiatalokat, az idősebbeket, középkorosztályt és mindenki? Nem tudom, nekem megtetszett ez a szabad élet, az utazás, ez a felhőtlen élet, úgymond. És én jelentkeztem egy hirdetésre. Megláttam az újságban egy hirdetést, amin show műsorba kerestek táncosokat. És az alkat már akkor is megvolt? Vegyem tovább? Vagy? Ezt hagyjuk egy picit későbbre, persze, hiszen most még fiatalok is nézhetik a műsort. És jelentkeztem a hirdetésre, fölmentem, ott voltak már rajtam kívül többen, megnéztek, megfeleltem, és én így kezdtem a pályafutásomat. Ha ezt mondhatni annak, ugye? Hát én remélem, hogy ez egy hosszú távú pályafutás lesz, remélem. Hiszen én azért hallottam már nem keveset fiúkról, hogy úgymond micsoda visítás, süvítés, sikítás, és mi mindent tudnak a hölgyek rendezni azért, hogy igazi gyönyörű férfi testet láthatnak a színpadon. Igen. Így van, helyhez közel mondhatni érintőlegesen. Hogyan és mi szerint választjátok ki azokat a hölgyeket, akiket úgymond beleveztek a műsorba, tehát együtt csináljátok a műsort? Hát elsősorban a szimpátia alapján, de nagyon időnk nincs kiválasztani, hogy ki lesz az egyén, mert végül is nem azzal vagyunk elfoglalva, hogy most keressük a megfelelő személyt, hanem hát iparkodunk, mert hát a szám is eltart egy 8-10 perces, és ez az idő alatt nincs időm keresgélni, hogy ki lesz, hanem megfogom a lányt és kiviszem, aki éppen erre alkalmas. Ez már rutinszerűen jön, hogy ki, hát az látszik a hölgyön is, hogy ki az, aki alkalmas erre, és ki az, aki nem. De ki így, ki úgy. Én nem válogatok például, mégis ez a műsor minden hölgynek szól, úgyhogy aki úgy meglátom, hogy ott van közelemben. Meg akarom védeni az idősebb hölgyeket. Nem mondjátok, hogy csak a fiatal nincs szép olyan lányokhoz mentek oda. Persze, nő és nő között nincs különbség. Van a lány is? Szerintem nincs. Azért mondom, a férfi is, csak egy fokkal szebb az ördögnél, ahogy szokták volt mondani. Mennyit foglalkoztok a testetek építésével, szépítésével? Nagyon sok energiát és most időt foglal ez? Most hetente 5 napot, és ez órára kiszámítva naponta másfél órát. Meddig lehet ezt csinálni? Én úgy gondolom, hogy amíg hívnak. Amíg ezt most hívnak? Nem tudom be, hát nem nyugdíjas tudom behatárolni. Nyugdíjas szakma ez? Nem. Nem? Nem. Nem. Lehet, hogy annak szerintem ideje, olyan 35-37. És mi van de akkor? Ezt mondom, ez az egyéntől függ, hogy éppen milyen a kisugárzás, amikor 35. Én most kötözködöm veletek. Jó, lehet, tessék. Amikor fiatal voltam, természetesen a saját korosztályon beli fiúkból, mondjuk így, hogy válogattam. Aztán minél idősebb leszek, kezdek rádöbben, hogy ahogy én idősebb vagyok, és már nem lány vagyok, hanem nő vagyok. Ugyanígy a férfiaknál is, ugye mi azt szoktuk mondani, hölgyek, hogy 35 év után férfi egy férfi. Tehát könyörgöm, mert 35-40 évesen, hogyha valaki sármos, jó teste van, vagyis minden adottsága megvan ahhoz, teszem azt, a tánccal sincs egyéb más mozgásbéli problémája. Miért ne csinálhatná? Hát erről beszélek, ha az adottság megvan hozzá, akkor akár 40 éves korban is. De azért nem, azért 40 éves korban azért már látszanak mit a ráncok. Mit fogtok utána csinálni? Hát jó, táncoltok, ameddig tudtok, ameddig a közönség ezt igényli, szeret benneteket. Van-e valami elképzelésetek arra, hogy utána? Vannak elképzelések, csak ezt most így nem szeretném el. Elszólni, úgymond. Annak mindenkinek van munkája mellett más elfoglaltsága is, ami tehát ahogy ami az előző riportban is említettem, Varga Évával beszélgettem, ő sem csak az éneklésből él, hanem valami mást is csinál. Persze. Nektek is van valami kell más, lesz, amivel foglalkoztok a hétköznapi életben? Igazából ez kiegészítőnek így jó. Nem mint főállás, kiegészítőnek jó. Mindenkinek kell, hogy legyen mellette valami más, ami komolyabb elfoglaltság is. Egy utolsó kérdés. Mi szerint döntitek el, hogy milyen műsort csináltok, hiszen minden műsor valamilyen témájú, tehát valamiről szól. Ki találja ezt ki, és a kosztümöket ki találja ki, és a zene, és minden, ami ehhez kell. Együtt az, találjátok ki? Az ötlet persze. Az ötlet az úgy jön. Tehát meglátunk is függ, hogy éppen most nem a műsort, hanem hogy arra gondoltál, hogy a számokat hogy csináljuk magunk. Igen. Az teljesen változó, tehát meglátunk egy jó kosztümet, és akkor azt mondjuk, hogy hú, ezt színpadra kellene vinni, ez ide jó. És akkor utána kitaláljuk hozzá a zenét, a koreográfiát, persze azt magunk. Nem mondom azt, hogy nem veszünk igénybe külső segítséget, koreográfust vagy valamit, de úgy többnyire mi találjuk ki a dolgokat.
A táncokba abba belevonunk koreográfusokat, de a segítséget külsőleg, de a kosztümöt, a többit tesz mindent magunk, a zenét is. Hát én előre is gratulálok, és izgatottan várom a tévőnézőkkel együtt, hogy a későbbiek folyamán hogyan nyerhetünk bizonyítást. 35 fölött? Nem csak 35 vagy most. Fölött. Jó, köszönjük mi is. Én is köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Most azonban egy igazi különlegességet, egy innyentséget szeretnék önöknek bekonferálni, hiszen zenét fogunk hallani, de nem akármilyen zenét, Pánsípot. Azt hiszem, hogy mindenki számára talán ismert ez az igazán gyönyörűséges hangszer. Aki előadja majd azt a számot, amit hallani fognak, nem más, mint Fülöp Ervin. Fülöp Ervin játszott nekünk Pánsípon, ugye gyönyörű volt.
Olyannyira, hogy természetesen vele a későbbiek folyamán még egyszer találkozni fogunk, amikor játszani fog, egyszer pedig beszélgetünk. Sajnos több időnk nincs rá, ugyanis rohania kell, ő tulajdonképpen most is az Old Boys együttessel játszik, de elszalad hozzánk, megmutatja, hogy mit tud és milyen gyönyörűen játszik, de remélhetőleg még a későbbiek folyamán azért találkozni fogunk vele, nem csak a mai műsorban. Azonban, ahogy azt már tőlem megszokhatták, Transvestita mindig szerepel a műsorban, úgyhogy szeretettel köszöntöm Noxima Johnson. Szerbusz, szeretettel köszöntelek. Először is nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást és eljöttél hozzánk. Egy picit beszélj magadról. Mi az, amit igazán szeretnél elmondani magadról? Hogy jutott eszedbe, hogy te ilyesmit csinálj? 5 évvel ezelőtt kezdődött ez az egész. Nekem az unoka nővérem már ebben a világban mozgott, táncos nő volt, és egy rendkívüli eset állott fönn, a partnere nem jött el, és ki kellett őt segítenem. Tulajdonképpen egy teljesen véletlenül múlt teljesen véletlenül az, hogy múlt ez az egész. Így dolgozol? Igen. Aztán ez az első alkalom után annyira megtetszett, és a diszkó tulajdonosának is a misónk, hogy többször több helyen megrendelték. Tehát tulajdonképpen egy szadomazósóval kezdődött ez az egész történet. Aztán gógótáncos lettem, és egy nagyon kedves barátnőm biztatására kezdtem el ezt az egész transvestita műfajt komolyabban művelni. Mit szólnak az ismerőseid? Azok, akik előtte ismertek, mielőtt még ezt elkezdted volna, és amióta ezt csinálod, változott esetleg a véleményük rólad, vagy sem? Mikor én ezt elkezdtem, akkor én elég erősen szelektáltam a baráti körömet, tehát azt hiszem, hogy azok az emberek igazán nem is tudtak volna mellettem maradni, akik ezt nem fogadják el, de a jelenlegi baráti köröm az elsősorban ebből a körből kerül ki, tehát a hozzám hasonló emberek és akik ebben a világban mozognak. Mennyit kell foglalkoznod az úgymond szépségeddel? Egy normálisabb smink elkészítése, 1-1,5 óra. Folyamatosan figyelek a külsőmre, folyamatosan végzem azokat a dolgokat, amik a kondícióhoz, a formához, az alakhoz hozzátartoznak, tehát ezekre napi szinten figyelek. Mennyire sűrűn kell borotválkoznod? Gondolom ez bármennyire kellemetlen, de igen, ez mindennapos dolog, vagy esetleg naponta többször is kell? Annyira nem gáz a helyzet. Most jelen pillanatban lézeres kezelésbe kezdtem bele, ennek még nem tudom az eredményét. A borotválkozás az igen, ez ilyen napi szintű, de hát szerintem mindenki, aki ebben a szakmában van, az esetek 99%-ában erre kényszerül. Hol láthatunk téged? Tehát ha a kedves nézőknek tetszik az, amit csinálsz, és szeretnének élőben megnézni, van olyan szórakozó hely, ahova elmehetnek és személyesen megbizonyosodhatnak az előadásmódodról? Igen, van ilyen, nem tudom, hogy nevet lehet mondani. Mondjuk, az utca 51-ben van a Heaven 51 bár, én annak az állandó tagja vagyok, de van még ezen kívül 2 ilyen bár a városban, ahol fellépési lehetőséget nyújtanak a transzvesziták számára, hiszen a mi műsorunkban is nagyon sok transzveszita volt is már, és nagyon remélem, hogy még nagyon sokan lesznek is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, a későbbiek folyamán természetesen még találkozni fogunk, de mielőtt ez megtörténne, hallgassák nagyon sok szeretettel a Dream Team-et.